ez a Vox 2022, én Simon András vagyok, jó estét kívánok Önöknek. Magyarország polgárai 4 évente döntenek arról, kinek a kezébe adják sorsuk irányítását. Bizonyos kérdésekben a következő választásokig, bizonyos ügyekben akár évtizedekre. Ez a műsorsorozat azért indult el, hogy minél tisztábban lássuk, miről is döntünk jövő tavasszal. Egy ország család és szociálpolitikája az életünket határozza meg. Itt dől el, hogy mennyire élhető egy ország, hogy jut-e bölcsődei hely a gyereknek. Van-e esélye bejutni az egyetemre annak, aki odavaló, és lesz-e kollégiumi szobája. Vannak-e megfizethető bérű lakások, és számíthatunk-e segítségre, ha időseket vagy betegeket kell ápolni, vagy ezt oldja meg mindenki saját maga. Erre költünk az adónkból befolyó pénzekből, vagy valami másra? A Vox mai adásának témája a család és szociális politika. Vendégei pedig Ónodi Molnár Dóra, a Jelen újságírója, rádiós műsorvezető. Jó estét kívánok! Mellette Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom elnöke. Jó estét! És itt van Ungár Péter, az LMP parlamenti képviselője. Köszönöm, hogy eljöttek. Kezdünk! A műsor elején hagyományaink szerint villámkérdések vannak. Én a tudást adottnak veszem, a gyorsaság számít, úgyhogy aki tudja a választ, gyorsan mondja be. Kezdhetünk? Kezdhetünk. Mennyi Magyarország lakossága? 9,7 millió. 9 millió 730 ezer. Mekkora termékenységi arányszámnál kezdene nőni a lakosság, és mekkora ez az arányszám most? 2,1 és 1,51. 2,1 és 1,60 nekem, de gyakorlatilag mindenki pontosan tudta, köszönöm. Hány lakás épült a Kádár rendszer 34 éve alatt Magyarországon? 2 millió. 2 millió, Szanyi Tibornál a pont. És hány családot érint az otthonápolás témája? Körülbelül 120 ezer. 50 ezer, én 50 ezerről tudok, 50 ezer. 50 ezer család. A vezető volt a kérdés, hogy hányat érint, mert csomó nem kapják meg az otthon ápolási díjat, és ennél fogva én azt mondom, hogy Ungár Péter jól válaszolt. Jó, beszélünk majd erről, köszönöm szépen. Kezdjük azzal, hogy vannak szolidáris és kevésbé szolidáris társadalmak, akik jobban odafigyelnek a saját elesettjeikre, és akik kevésbé. Önök szerint mi Magyarországon hova tartozunk? Bárki kezdheti. Én azt gondolom, hogy Magyarországon... Ennyire igazságos és szolidáris ez az ország. Magyarországon jelen pillanatban egy szociális katasztrófa van. Hogy ez mennyire bontakozik ki, az egy további kérdés, de ezt mindenképpen meg kell állítani, és egyébként, ha már ilyen kedvesen bemutatott, hogy az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak az elnöke vagyok, nem, miniszterelnök jelöltje vagyok, elnökünk Huszti Andrea. Elnézést. Sokakkal vele és sokakkal másokkal együtt erre tettük fel az egész pártot. Vagy van szociális Magyarország, vagy nincs magyar jövő. Ez a lényeg, és egyébként nagyon köszönöm, hogy a felvezetésben is ezt mondta. Én a magam részéről azt látom, hogy az elmúlt években, az elmúlt 10 évben, de még akár hosszabb távon is vizsgálhatják ezt a dolgot, sajnálatos módon Magyarország eddigi legjobb időszakához képest csak visszalépés van. Tett egy sarkos megállapítást jelesül, hogy szociális katasztrófa van Magyarországon. Indokoljon egy kicsit, kérem, röviden. Az, hogy mindent elbújtatnak átlagszámok mögé. Tulajdonképpen bárkit meghívok a stúdióból, most azonnal mehetünk, menjünk egy tetszőleges, borsodi, délbaranyai, stb. Ilyen nehéz területeken lévő falvakba, kis településekre. Ámulni fogunk, hogy mekkora a nyomor. Ámulni fogunk. És nem csak pénzben, mert az egy nagyon fontos mérő. Az életkörülmények. Az életkörülmények. Tehát mi az az érzés, amikor valakinek 20, 30, 50, 80, 100 kilométert kell utazni egy orvosi beavatkozás kapcsán, amit Budapesten fölülök a villamosra, 1 óra. Tehát nagyon-nagyon, főleg a magyar vidék katasztrofális állapotban van. Katasztrofális. Ugye az eredeti kérdés úgy hangzott, hogy mennyire érezzük magunkénak ezt a problémát, mennyire szolidáris ez a társadalom, de ér akár már Szanyi Tiborral vitatkozni, hogyha tűri a vitát az, amit ő elmondott. Figyelek. Én csak annyit kérdeznék, hogy ez a felismerése, hogy ennyire tehát problematikusnak látja a magyar vidék helyzetét, és a korábbi időszakra vonatkozóan kérdezném, hogy 2010
10 előtt is nagyon hasonló állapotokat láttunk a magyar vidéken. Tehát igazából, amit most a kormány nem csinál, illetve csinál, az egy igazságtalan szociálpolitika, mert a jobb helyzetűek felé csoportosít, és a kevésbé jobb helyzetűektől meg elvon, vagy hát nagyon-nagyon alacsony szinten stabilizálja a helyzetüket, de arról, amiről ön beszél, a borsodi falvak, azok 2010 előtt pont így néztek. Ez kétségtelen. Ugyanakkor nem csak statikus pillanatok és állapotok vannak, hanem folyamatok. 2010-ben történt valami a magyar szociálpolitikában, ami 11 éve érvényesül, és ez borzalmas. Kijött belőle a szolidaritási elem. Nincs a magyar szociális rendszernek szolidaritási eleme. Ami azt jelenti, hogy meg se kérdezik, hogy abból aztán az adott intézkedésben mi lett, majd erre hozok a többi témánál különböző példákat, de lényeg az, hogy az egész családpolitika az a tehetősekre van fókuszálva, ami azt jelenti, hogy minél tehetősebb valaki, annál több családtámogatási forráshoz tud jutni, és ez sajnos a másik irányban is igaz. Tehát volt itt nyomor, 1000 éven át, én ezt nem fogom vitatni, mindig elő lehet rángatni különböző korszakokat, hogy ez volt a baj, az volt a baj. De az, hogy egy korábban meglévő szociális berendezkedésből kihúzzák a szolidaritási elemet, ez egy borzalmas dolog, és ezért mondom, hogy katasztrófa. De egyébként... Bocsánat, Ungár Péteré a szó, csak annyit szeretnék tisztelettel megjegyezni, hogy ennek az országnak a polgárai erre a teljesen kivont szociális elemre 2014-ben és 2018-ban is rábólintottak. Majd még beszélünk erről. Én szerintem a szociális ellátórendszer és maga a szociálpolitika az nem egy olyan dolog, amit könnyű megvitatni különböző nagyon jól hangzó lózungokkal, illetve nagyon erős állításokkal. Az a helyzet, hogy Magyarország szociálpolitikája nem tud tökéletes lenni. A szociálpolitikának a lényege az, hogy az állam részt vegyen abba, hogy a társadalmi különbségeket valamilyen módon feloldja. Filozófiailag lehet vitatni, hogy ez mennyire lehet, mennyire nem lehet. De az a helyzet, hogy vannak olyan részei a magyar szociális ellátórendszernek, amik 30-40 éve hibáznak, és vannak olyanok, amik viszont új kihívások, ezért a szociális ellátórendszer nem is tudott korábban erre reflektálni. Ez például az, ami szerintem az egyik legnagyobb kihívás a szociális ellátórendszerben, az öregedő társadalom és az idős gondozásnak a kihívása. Ez egy olyan dolog, ami értelemszerűen idősödött a társadalom 1990-ben is, vagy a Szanyi Tibor kedvenc rendszerében 1975-ben is, de nem idős, most sokkal jobban idősödik, mint ahogy akkor idősödött, tehát ezek olyan kérdések. És amúgy pedig az, hogy milyen különbségek vannak Magyarországon a vidék meg a főváros között, az egy nagyon-nagyon súlyos kérdés, de az önmagában nem egy szociálpolitikai kérdés. Az nem a szociálpolitikával. Van területfejlesztési politika, erre el lehet osztani forrásokat, a szociálpolitika feladata nem az, hogy közel legyen az orvosi rendelő. Tehát szerintem szűkíteni kéne ezt a beszélgetést ahhoz, hogy mélységébe tudjunk beszélgetni, mert ha mindent beleveszünk, és elmondjuk, hogy a szociálpolitika arról szól, hogy nagyon rossz dolog a szegénység, akkor úgy fogunk járni, mint az elmúlt 30 évbe, hogy ebben a kérdésekben nagyon jó plakátlózungokat mondunk egymást. Benne vagyok, folytassuk innen. Egy idézetet szeretnék önöknek megmutatni Novák Katalin családügyi minisztertől, és így hangzik. A választások kimenetele erőteljesen meghatározza majd a családtámogatások jövőjét is. A baloldali pártok számára ez nem kiemelten fontos ügy, már sokszor bizonyították. Tehát Novák Katalin félti ezt az országot attól, hogy kormányváltás történjen. Önök pedig leszeretnék váltani ezt a kormányt. Milyen ígéretekkel? Én itt szeretnék Szanyi Tiborral vitatkozni valamiben. Nagyon-nagyon sok rossz része van a jelenlegi családtámogatási rendszernek, de el kell ismernünk, hogy ez miért népszerű. Mert ha nem ismerjük el, hogy ez miért népszerű és milyen pozitív elemei vannak, és azt mondjuk, hogy kidobnánk az egészet, akkor részben a magyar választópolgárok joggal nem fognak felruházni minket a bizalmunkkal, részben nem ismerjük a magyar valóságot. Az, hogy pénz, lakástámogatás jut a születendő gyermekekre, egy pozitív cél. Az én véleményem az, hogy ezt nem szabad a házassághoz kötni. Például ez egy dolog, amivel Novák Katalinnal nem értek egyet, de azt nem gondolom, hogy az egész családtámogatási meg otthonteremtési rendszert ki lehetne dobni, mert igenis vannak pozitív részek, amikkel ellenzéki érzelmi polgárok meg ellenzéki szavazók is élnek. Dóri. Ja. Én egy kicsit zavarban vagyok, mert én nem vagyok politikus. Ilyen formán az, hogy én le akarom-e váltani a kormányt, vagy nem, az ugye egy egyéni mérlegelés tárgya, és most itt nem osztanám meg. Ellenben mint kívül... Mélységesen érted és érzed ezeket a nyűgöket.
megpróbálok így az elemző szemével ránézni erre a dologra, és az való igaz, hogy ez a családtámogatási rendszer azért megszólított egy csomó réteget. A problémát az okozza, hogy elképesztő sokba kerül, és azok a kitűzött célok, amelyeket a kormány egyébként már 2010-11 körül, tehát a fülke forradalom után, ha úgy tetszik, kitűzött maga elé, ezeket hiába nyomja meg még több pénzzel, ezek nem teljesülnek. Tehát az elképzelhető, hogy valamelyest mérsékelte ezt a demográfiai fordulatot, jelesül, hogy hát nagyon kevés gyerek születik, de nem sikerült elérnie azt a fordulatot, amivel meg lehetett volna állítani a népességfogyást. És itt ez a probléma, hogy ehhez képest viszont elképesztő mennyiségű pénzt költenek el, és a már megszületett gyerekekre meg nem nagyon figyelnek oda. Sokkal többet lehetne elérni, hogyha odafigyelnének azokra a közszolgáltatásokra, amelyek a gyerekvállalásnál automatikusan belépnek egy család életébe, az emberek életébe, ha azoknak a minősége javulna, és ez nem egy olyan dolog, ami nem változtatható kormányzati szándékkal. Sokszor mondják, hogy itt nincs szociális munkás, ott nincs szociális gondozó, amott nincsen pedagógiai asszisztens. Nincsen, mert 110, 140, 160 ezer forintos elérhető bérek vannak, és nem lehet találni erre a nagyon embert próbáló munkára ilyen helyekre szakembert. De az nem egy ilyen természeti adottság, hogy a szociális bér ez ennyire alacsony. Az kormányzati akarat. És hogy eltelt 11 év, most már 12. évében vagyunk a NER-nek, és ezeken a kulcsterületeken, amelyek a gyerekvállalást nagyon is érinti, nem sikerült olyan bérrendezést csinálni, amivel ugye behívták volna a szakembereket. Miniszterelnök jelölt úr is, és képviselő úr is le akarja váltani a jelenlegi kormányt, ugye? Ebben egyetértés van. Mitől fognak jobban élni a magyarok? Tehát mondjanak 2-3 olyan dolgot, alapjövedelem, szociális lakások, minimálbér, önök tudják, ami viszonylag röviden és kézenfoghatóan felmutatható eredménye lehet egy kormányváltásnak. Azért még mielőtt ezekre válaszolnék, és fogok, és nem fogom nagyon húzni itt az időt, azért néhány korrekciót, illetve még bizonyos vitapontokon azért egy pár mondatot hadd mondjak. Gyakorlatilag eltérő mértékben, de ami ezt a bizonyos gyermek szám növekedést kiváltja, ez a magyar szakirodalom szerint is alapvetően 4 pólusú, döntően családi pótlék kérdése, gyes, gyed, szocpol, illetve most soknak hívják. Ezek mind a Kádár rendszerben testesültek meg, és találták ki őket. Egészen konkrétan a gyes mindenkit megelőzve az egész világon a legelső, a legnagyobb méret és a legbőségesebb juttatás volt. Egyébként az akkori női átlagkereset 40%-át adták az otthon maradó anyának. De ugyanúgy a gyed és a többi. Na már most, ezek az intézkedések, amikről most beszélünk, ezeket mind egy baloldali ihletettségű rezsim idején találták ki, vezették be, vitték csúcsra. Azért mondom, hogy vitték csúcsra, mert például az a 2,1, amiről álmodozik ma Magyarország. Volt ez már 2,7 is 1975-ben. Nem a Ratkó korszakban. Nem a Ratkó korszakban, hanem a 71-ben, amikor a szocpolt megcsinálták, 71-ben, amikor a szocpolt meghirdették, ami ma csok, na az indította, és 3 éven át torony magasan ment fölfele. Akkor ez lenne a válasz a kérdésre, mert ez a négy alamú. Nem ez a válasz. Ez csak egy korrekció, hogy azért legyünk világosak abban, hogy amit az eddig a rendszerváltás óta a kormányok működtettek, bocsánat, jó-rosszul játszottak ugyanazon az zongorán. Meg egy dolog még azért volt, hogy a női munkavállalókkal nagyon, hogy mondjam, lazán bántak az akkori országvezetők, mert akkor megjelent már a kapun belüli munkanélküliség, és többek között azzal szerették ez volna történet, mert csökkenteni. Igaz, csak hogy pont a Ratkó korszak volt az, ami egyébként szintén egy demográfiai veszélyt jelentett, mert szülőképes korba jutottak azok a nők, akik akkor megszülettek, stb. És ez valóban okozott egy ilyen jellegű dolgot. De mi az, ami miatt mi azt mondjuk, hogy érdemes leváltani ezt az egész Orbán kormányt? Hát most muszáj a saját pártomat dicsérni, mert egyedül a mi pártunknak van szociális, összefüggő, koherens szociális programja. Az összes többi párt, a Fideszt is ideértve, matatják, össze-vissza, időnként bedobnak a köztudatba számokat, stb. Gyakorlatilag
ugyanazért, amiért mondtam, hogy vagy lesz szociális Magyarország, vagy nincs rendes magyar jövő, pontosan ezért érdemes azokra a mozgalmakra szavazni, amelyek egyébként az én pártam mögött is vannak. ISZOM-nak szokták becézni egyébként, de ezért. Képviselő úr forgatta a szemét. Igen, többször forgassa. Arról majd a második, hogy mondjam, az adás második részében beszélünk, hogy egy emberellenes diktatúráról, meg az egyik magyar totalitárius rendszer. Külön témánk lesz a Kádár terv. Mert ez, szociálpolitikáról van szó, igen, bocsánat. Ezért mondom, hogy ez majd az adás második felébe lesz. A helyzet az, hogy én szerintem azt nem hívják egy komplex szociálpolitikának, hogy minél nagyobb összegeket mondunk különböző ellátási formáknál. Ebben egyetértek. Ugye az a helyzet, hogy nézzük meg, mik azok a pontok a jelenlegi magyar szociális ellátórendszerben, amik a legnehezebbek. Kettő van, egyet szerkesztő asszony elmondott, az állami szektorban élők bérezése egy dráma, semmit nem lehet. Amíg ez nem változik, semmit nem fogunk tudni megváltoztatni, mert azok az emberek, akik maguk az ellátórendszert működtetik, egyre kevesebben vannak, nyugdíj közelben vannak, amúgy 75%-ban a közalkalmazottak nők, a gondoskodó közalkalmazottak 90%-a nő, és a legalacsonyabban kereső magyar emberek. Ez egy válasz azoknak a jobboldaliaknak, akik azt mondják, hogy Magyarországon nincs amúgy bérszakadék, van bérszakadék, itt a bérszakadék. Tehát fizetésemelés az állami szférában. Az állami szférában fizetésemelés, ez amúgy nem is költségvetésileg egy megterhelő összeg. A másik a gondoskodási válság, illetve a gondoskodó munkának a fizetetlensége. Arra alapszik a jelenlegi gazdasági rendszer, hogy vannak emberek, akik gondoskodó munkát végeznek úgy, ezek az emberek nagyrészt nők, gondoskodó munkát végeznek úgy, hogy ez nincs kifizetve. Teszik ezt ugye az intézményrendszerbe, ezek a közalkalmazottak, akiről beszéltünk, teszik ezt otthon, ez az otthonápolás témája, és teszik ezt a családba, például az a jelenleg lévő, és ez csak fontos egy mondatba kimondani, szendvics generáció, azok a 40 és 60 év közötti nők, akik egyszerre gondozzák a sokszor demenciával élő szüleiket, anyósukat, apósukat, meg még az iskolás, egyetemista korba lévő gyermekeiket, és ezért rajtuk például kétszeresen érződik ez a gondoskodási válság. Ezek fontos szociálpolitikai területek. Azt mondani, hogy a CSED meg a GYED legyen 55 millió forint, ez nem egy valós szociálpolitikai ígéret, hanem egy kampányszlogen. Még egy idézetet szeretnék önöknek mutatni, ígéret a jövőnre nézve Karácsony Gergelytől, aki főpolgármester és szintén miniszterelnök jelölt, így hangzik. Jövő tavasztól olyan világ jön, amiben végre a 99% többség érdeke lesz az első, az ő jólétük lesz a legfontosabb. Dóri, hozzád fordulnék, egyetértesz-e, hogy ott vannak a szakadékok, amit, vagy legalábbis a legfontosabbak, mint amit most képviselő úr felsorolt? Szerintem a képviselő úr jó helyzetértékelést adott. Annyit tennék még hozzá, hogy én még behoznék... Nem hozott el a főváros vidék, bocsánat, nem akartalak megszakadni, de szerintem arra ott is azt látom, hogy a kisfalvak és a városok között elképesztő különbségek vannak. Ugye ezt is lehetne orvosolni azzal, hogyha a bérezés valamennyire korrigálva lenne, ugyanis minél alacsonyabbak ezek a bérek, annál kevésbé lesz vonzó ez a pálya, tehát különösen olyan helyeken, ahol egyébként halmozott munka van, tehát hogy... A területi egyenlőtlenséget is ki kell egyenlíteni, és számos infrastruktúrális hiányosság miatt még nehezebbek ezek a munkák. Tehát valójában ez bérezés kérdést érint leginkább. De hogy egy szempont még itt kimaradt szerintem, itt össze kellene kötni a szociálpolitikai gondolkodást az oktatás politikaival. Ugyanis, hogyha folyton csak a meglévő problémákra fókuszálunk, akkor tulajdonképpen egy újratermelődésnek vagyunk a tanúi, ahogy azt látjuk sokszor kormányokon átívelően, hogy bizonyos problémákat megpróbálunk orvosolni, és nem, sajnos nem sikerül egyről a kettőre jutni az adott családnak, hanem állandóan újra örökli a gyerek a szülei szegénységét. Ez legesleg inkább az oktatásnál fogható meg, a kisgyerekkori beavatkozásoknál, tehát már ilyen óvodáskor vagy még korábbi időszakra csoportosított oktatási programokkal, családi programokkal, és az iskolában, az iskolákat nem lehetne ilyen szinten magukra hagyni. Ezt a két területet nagyon kellene, hogy egybenézzék a politikusok. Én azt látom, hogy ez nagyon kevéssé szokott megvalósulni. Lehet-e szociális programokkal választást nyerni? Mennyire szexi az a téma? Tehát én a bevezetőben azt mondtam, hogy ezen múlik az, hogy egy ország mennyire élhető. Ehhez képest, mintha erről lenne a legkevesebb szó, amikor pártok választási programjairól beszélünk. Miért? Tessék minket többet meghívni, sokkal többet fogunk erről beszélni. De mondom a sarokszámokat, mert azért ez tartozik. És azért ezt előre bocsájtom, hogy
egyetértek Dórával, bár vitatkozom Péterrel, mert az a helyzet, hogy a szociális ellátórendszerhez való hozzáférésnek a kérdésköre, ez egy kulcskérdés. Tehát az ellátórendszerhez való hozzáférés, és most erről nem mondok többet, ez mindenki érti, hogy mit mondok. Viszont ahhoz, hogy Magyarországon egyáltalán jól létről, tehát kételles jól létről tudjunk beszélni, ahhoz pénzt kell adni, minimálisan elfogadható mennyiségű pénzt kell adni az embereknek. Ezért 250 ezer forintos nettó minimálbér a mi törekvésünk, 100 ezer forintos szociális minimum jövedelem, ezen felül, egyébként a 250 az otthonápolásra is vonatkozik, csak hogy barátja legyél a gondolatnak, 100 plusz 50 ezer forint a legkisebb nyugdíj, hogyha kell részletezem, és 50 ezer forint a gyermekenkénti családi pótlék. Ezek konkrét számok is, de nagyságrendek. Azért, mert 2021-ben ennyi pénzből lehet egyáltalán élni. Azaz, és hadd fogjam, amik ma az átlagok, mi azt szeretnénk a jövőben a minimumként megcélozni. El kéne mennünk reklámszünetre, de nem akarom úgy, hogy nem tud reagálni. Ezek a számok jók, én nagyon örülnék, hogyha ennyit tudnánk a 2023-as meg 24-es költségvetésből ezekre adni. Én azt gondolom, hogy nem lehet felelőtlen ígéreteket tenni. Mondja a nagy burzsoázia, de hát... Ne legyen sportszerűtlen, mert szünet következik. A reklámszünet után beszélünk a Kádár tervről és az otthonápolásról, az egyik Szanyi Tibor, a másik Ungár Péternek személyes ügye. Néhány perces folytatódik a műsor. A Vox mai adásában vita arról, mitől lesz Magyarország egy élhetőbb hely, ha úgy tetszik, a szociálpolitikáról. A stúdióban Ónodi Molnár Dóra, a Jelen újságírója, Szanyi Tibor, az ISZOM miniszterelnök jelöltje, és Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője. Egy idézettel folytatjuk, az idézet Szanyi Tibortól származik, és így hangzik. Orbán Viktor kormányzása egy merő szociális tragédia Magyarország számára. Sajnos, amit Orbán Viktor ellenzéke kínál, szociális értelemben tám még annyi sincs, mint amit Orbán maga. Azt mondja nekem, miniszterelnök jelölt úr, hogy ha marad az Orbán kormány, akkor ön ezt a tervet nem fogja tudni végrehajtani. De úgy tűnik, hogy ellenzékibb az ellenzéknél is. Hol akarja az ISZOM végrehajtani azt a szociális programot, amiről most beszélgetünk? Mert hogy nem megy be az ellenzéki koalícióba, ellenben támadja őket, viszont Orbán Viktort is. Nagyon köszönöm ezt a kérdést, hogy egy kicsit önt is, meg a nézőket, meg hát természetesen a beszélgető partnak is kicsit beleavatnám, hogy abban a boszorkány konyhában, amiben az én kis pártom született, ott mi történt. Gyakorlatilag ez a párt azért jött létre, az Igen Szolidaritás Magyarországot mozgalom, mert azt vettük észre, hogy a magyar politikai spektrumban megszűnt a baloldal. Tehát a hivatalos, még akár a szocializmus nevükön viselő pártok is elhagyták a baloldaliságnak gyakorlatilag minden létező ismérvét. Ezen közben Magyarországon van egy durván egyharmadnyi olyan szavazópolgár, akik igenis várnak és vevők egy baloldali alternatívára. Ezt jelenítjük meg. Mi? A mi elképzelésünk egyébként nagyon röviden, és imádnánk azt a helyzetet, hogyha a mai aritmetika szerint az 5%-os küszöböt megugorva be tudnánk helyezkedni a két oldal közé. Ami azt most jelenti, hol állnak? Hát a mérések nagyon szórnak, pici párt, nincs múltunk, olyan 2%-os nagyságrendet tudok mondani ez a origó. Valós választási helyzetben 2,3%-ot értünk el, tehát ez az egyetlen ténylegesen hivatkozható szám. De gyakorlatilag, ha mi, és erre törekszünk, ha mi vagyunk a mérleg nyelve, és ezért érdemes ránk szavazni, akkor tulajdonképpen ezen szociális sarokszámok nélkül nincs kormányzás Magyarországon. Én ezt mondom, és ezért küzdök, és ez a célkitűzés. Ez a célkitűzés. Tudom, ez egy olimpiai aranyéremmel ér föl, de megpróbáljuk. Igen, mert a baloldalnak igenis kell képviselet a Magyarország gyűlésben. Hogy tekintenek az ISZOM-ra? Én szeretném azzal kezdeni, hogy én 2010-ben beléptem egy pártba, azóta annak a pártnak a tagja vagyok. Szanyi Tibor értelmszerűen sehol nem lenne, ha a Magyar Szocialista pártban nem töltött volna pozíciókat. Szanyi Tibor végig szavazta ugye a Gyurcsány-Bajnai kormánynak azokat a megszorító intézkedéseiket, amik lehet, hogy szükségesek. Nézz utána! Én is végighallgatom. Ezt tudom, hogy tévedsz, mert én minden szavazatomért tudom vállalni a felelősséget. Hát, nézz utána!
listát, amik lehet, hogy szükségesek, lehet, hogy szükségtelenek, de baloldaliak nem voltak. Szanyi Tibor 2015-ben a Népszabadságban szélső baloldali aktivistákkal és környezetvédőkkel vitatkozott egy szabadkereskedelmi egyezmény védelmében, a TTIP volt, nyugodtan utána nézhet, ezt részletesen ma is olvastam. Sok mindent lehet mondani, de nem baloldali egy olyan ember, aki ezt mondja. Én azt gondolom, hogy ez semmi más, mint egy üres szavazatvásárlás, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy azt gondolom, hogy ma egyetértés van az ellenzéki pártok között abban, hogy nem lehet visszatérni abból a szempontból 2010 elé, hogy azt mondjuk, hogy van úgy jogállam, hogy nincs szociális állam. Most már mindenki, szerintem a hat párt összese belátja azt, vagy én arra törekszem, hogy belássák, hogy ha nincs szociális állam, akkor nem lehet visszaépíteni a jogállamot. És szerintem ez egy eltérés ahhoz képest, ami 10 előtt volt, amikor ugye a szabaddemokraták miatt volt egy olyan része is a kormánykoalíciónak, ami a jogállamot fontosabbnak tartotta, mint a szociális államot. Muszáj egy pillanatra reagálnom, mert én hogyan jól viselem egyébként az ilyen alaptalan személyes rágalmakat, de azért ezt azért kikérem magamnak. Ugyanis pont a TTIP, az Európa és az Egyesült Államok közti kereskedelmi egyezmény nem utolsó sorban, azért nem jött létre abban a formájában, ahogy azt a nagy tőkések, mint például a te csoportot tervezték, mert egyebek közt én a szocialista frakció nevében olyan indítványokat tettem, amit amerikai oldalon nem tudtak elfogadni. Tudod, mi volt név szerint? Szó szerint azt az indítványt nem tudták elfogadni az amerikaiak, hogy a versenyképességnél és a vámoknál és az összehasonlításnál a szociális hátteret is nézzük, tehát jár a kiadott szabadság, a minimálbér és a többi és a többi. Tehát az, hogy én valahol beszélgettem és elmondtam, hogy nekem mi a teendőm annak az ügynek a mentén az Európai Parlamentben, ezt azért beállítani úgy, főképpen a nagy burzsóázia személyes képviselő. Uraim, Tibor, ez azért bozba, hogyha mélyütések vannak, a bíró nem engedi tovább a meccset, hanem közbelép. Én most ezt csinálom. Az első testet. Azt mondta az Egyenes Beszéd című műsorban, hogy pártja hamarosan nyilvánosságra hoz egy programot, amit úgy hívnak, hogy Kádár terv. Kádár János terv. Erről mondja nekünk néhány szót, légy. De röviden. Szeptember 11-én a munkás büszkeség napján, tehát 10 nap múlva fogjuk ezt elővezetni részleteiben. Tulajdonképpen azok a sarokszámok, ezek nagyon vastagon benne lesznek. Amiket már felsorolt? Amiket én elmondtam. Lényegében 14 pontból áll jelen formáció, valószínűleg ez már a végleges formáció, de lényegében a biztonság, a kiszámíthatóság és egyáltalán a lét alapot szolgáló mindennemű biztonság lesz ennek az alapja. Azokhoz a csiki-csuki rángatom föl le előre hátrálevő intézkedésekhez képest, amiket egyébként kormány... Teletlenségnek nevegye, biztonság, kiszámíthatóság, ezek lózungok. Nem lózungok, mert meg van, hogyha nincs elérni. Hát ezért mondom, hogy a konkrét pontokat. A konkrét pontokkal, például az egy kiszámíthatóság, hogy 250 ezer forint legyen a nettó minimálbér. Az egy kemény kiszámíthatóság. Az is egy kiszámíthatóság, hogy 150 ezer forint legyen a legkisebb nyugdíj. Azért nem mondja nekem, hogy ezek lózungok, ezek nagyon konkrét számok. És ez kiszámíthatóvá teszi az életet. És nem pedig az, mint például, csak most egy picit nem fogok vitatkozni Péterrel. Vitatkozni el, csak ne személyeskedjünk. Nem, épp az, hogy még csak az semmi. Nemes egyszerűséggel a műsor elén is már mondtam, hogy az nem kiszámítható, hogy a családápolásra jelentkezők fele, az így vagy úgy merő költségvetés okokból ki van szórva a rendszerből. Ez így nonsens. Dori, nem akarlak egy politikai vitába belekompromittálni. Csak egy kérdést szeretnék feltenni, hogy ha egy ennyire elkötelezett baloldali értékvilággal gondolták, hogy pártot alapítanak, akkor miért nem találtak hozzá egy elkötelezett baloldali olyan nevet, vagy egy olyan gondolkodót, vagy egy olyan viszonyítási pontot, amely rendszerhez, vagy amely személyhez nem tapad 300 ember halála, meggyilkolása, akiknek a részvételével nem sikerült. Hát azért mondjuk látjuk, hogy a... Kádár János terv névadójára gondolja. Kettő dolgot mondok. Meg arról, volt, hogy hány volt. Család... Volt, ami volt. A magyar nemzet a 70-es, 80-as évekre masszívan megbocsájtott Kádár Jánosnak, bármit is csinált, és onnantól kezdve... Önök beemelték a programjuk nevében ennek az embernek a nevét. Mert a Kádár időszak volt a magyar ezer éves történelem
egyetlen időszaka, amikor szociális értelemben hatalmasat fejlődött ez az ország. Ez volt, és ezért tartjuk mi Kádár Jánost ennek a tervnek a névére. Az, hogy a magyar nemzet megbocsájtott volna pont, ez szerintem így ki nem jelenthető, de figyelek Ungár Péterre. Tehát a Kádár rendszer... Bocsánat, én értem, hogy Szanyi kijelentette, de ugye attól, mert valamit kijelentünk, nem a szómágia korában élünk, attól nem lesz így. A Kádár rendszer az 1956-os szabadságharc megtorlásával kezdődött, a Kádár rendszer legitimitását végig, a végéig, akkor is, amikor részben hitelből, részben elébb módon fedezve volt valamilyen jellegű szociális fellendülés, a Kádár rendszer legitimitását végig az itt lévő szovjet csapatok adták. Aki azt mondja, hogy a Kádár Jánostól el lehet programot nevezni, az az ember azt mondja, hogy a szovjet megszállás rendben volt. Ez ennyire egyszerű. Sztójai Dömiről se lehet tervet elnevezni, Kádár Jánosról se. De... És még egy kérdés felmerül az emberben, hogy arról beszélt, hogy azért alapították ezt a pártot, mert hogy megszűnt a baloldal. Ha mondjuk egy olyan konstelláció alakult volna ki az európai parlamenti választásokon, hogy a szocialista párt több európai parlamenti képviselőt tud küldeni az európai parlamentbe, akkor ön még esetleg simán elképzelhető, hogy európai parlamenti képviselő. Simán elképzelhető, és az MSZP pont azért jutott oda, ahol jelenleg van, mert elfelejtett baloldali lenni. Ez az őszinte igazság, és ezt nem most találtam ki. Ajánlom figyelmébe, 2009-ben a Népszava dupla oldalas, ahogy hasábja jelent meg a Balra Magyar című munkámban, szó szerint majdnem ugyanazokat mondtam el, mint amit ma este. Tehát gyakorlatilag itt ne kezdjünk ilyen hitelességi történeteket, mert nem az én hitelességemről van, szóval Kádár Jánosról. De amikor a tervet elnevezte, akkor éreznie kellett, hogy el fogja vinni a fókuszt magáról az ügyről. Tehát látja, most is arról beszélgetünk, hogy Kádár János az egy szerencsés névadó-e bármilyen tervnek. Nem. Ezt éreznie kell. Hát, feketőves politikus. Hogyha ön erről akar beszélgetni, akkor hallgassa meg, amit én is mondok, és nem csak azt, amit ön mond. Én azt mondtam, és ez volt a mondat, hogy Kádár János által fémjezett korszak volt az egyetlen érthető szociális emelkedési korszak Magyarországon. Ez a tényhelyzet. Na most ennél fogva, hogy egy szociális ihletettségű programja vagy baloldali pártnak, nyugodt. És még egyszer, én hidd el, ugyanúgy ismerem a történelmet, mint te, vagy mondjuk így az átlagember szintjén mindenképpen ismerem a történelmet. Szóval ne keverjük össze egyes történelmi szereplők konkrét cselekedeteit a világpolitikai realitásoktól függetlenül. Mert én most nem akarok bántani senkit, de hogyha most azt mondjuk, hogy Szent Istvánról hogy lehet elnevezni bármit is ebben az országban, nála véresebb kezű uralkodója nem volt a magyar történelemnek. Ez az egyik. De ugyanúgy Mátyás király, aki korszakában, amíg élt, a leggyűlöltebb uralkodók egyike volt, és csak utána a történelmi tettéhez mérten. És még egy valami. Ezt az országot most rendszerektől függetlenül, tök mindegy, Kádár, nem Kádár, vagy bármi. 45 után, amikor egy tényleg darabra szétvert ország volt, ezt a semmiből húzták föl azokra a vívmányokra, amiknek az utóélete... Jön a Rákosi terv, úgy hallom, mert... Nem. Ez a magyar emberek munkája volt. Tök mindegy, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan ideológiák mentén vezérelve ezt a magyar emberek izzadták ki. Uh-huh. És azokat a szociálpolitikai intézkedéseket is a magyar emberek izzadták ki, aminek egyébként ma a mai változatairól beszélünk. Én ezt mondtam. Új fejezetet nyitok, otthonápolás témaköre. A mai beszélgetés egyik másik kulcsvendége, Ungár Péter mondta a következőket. Változást csak a kormányváltás hozhat el az otthonápolás területén is. Szomorú látni, hogy a káosz kormányt hidegen hagyja ezeknek az embereknek és gondozóiknak a sorsa. Miért gondolja, vagy miért érzi úgy, hogy hidegen hagyja? Ugye az elején volt egy kis polémia, én egy 50 ezeres számot tudok, ön azt mondta, hogy 100 ezer fölötti ember, de ha az 50 ezer családot beszorozzuk négyel, az is 200 ezeres tömeg. Nem elég ahhoz, hogy a politikai inger küszöbét elérje? Miért engedték el a kezét ezeknek az embereknek? Azért, mert az otthongondozás területén van a kormánynak egy olyan ideológia által vezérelt gondolata, vágyálma, ami nem egyezik a magyar emberek valóságának. Ugye a gyermekeknél helyesen, és ebben civil szervezetek Csordásanetnek a harca nagyon fontos volt, megemelték a minimálbér szintjére az otthongondozási díjat, de az időseknél nem. Úgy, hogy amúgy 2004-2005-ben a Fidesz álláspontja is az volt, hogy egységesen az otthongondozásnak minimálbérre kell járnia. Miért nem emelték meg az idős gondozás szintjén? Mert a kormány
azt gondolja, ezt Novák Katalin ki is mondta, hogy az idős gondozás családi feladat. Nem tud családi feladat lenni az idős gondozás. Miért a gyermekgondozás nem családi feladat? De a kettő között van egy különbség, mert már nem él több generáció egy háztartásba, már sokkal mobilisebbek Magyarországon belül a családok, már nem élnek egy városba. Egyszerűen az idős, az egy idősre jutó aktív ember aránya megváltozott az elmúlt időszakban. Az idős gondozás nem tud családi feladat lenni, mert a család struktúrája ahhoz képest, amikor ezt Novák Katalin kitalálta, mert elolvasta, hogy 50-es években milyen volt egyesek szerint az Egyesült Államok, ahhoz képest Magyarországon ma nem ez a realitás. Tehát összességében az otthonápolás egy nagyon fontos terület. Részben a gyermekek otthon gondozása azért, mert a magyar fogyatékos ellátás egyszerűen hiányzik az az állami infrastruktúra, ami miatt az otthon gondozás ki lehetne váltani, de a másik, az idős gondozásban sokszor nincsen alternatíva. Minden néző, aki ezt nézi, tudja, hogy 2-2,5-3 évet kell várni egy idős otthonra, hogyha a demenciával érintett mondjuk az após vagy az anyós. Mi a vállalásuk ezzel kapcsolatban? Hát az időseknél, csak hogy egy olyat mondjak, ami nem egy ilyen bemondás, hogy legyen 250 000 forint a minimálbér, tehát az időseknél az otthongondozás kiterjeszteni a minimálbére, ez egy évben a magyar költségvetésnek 47 milliárd forintos többletköltséget jelentene, ami kevesebb, mint jelenleg a vadászati világkiállítás. Most körülbelül a fele, Dórát szeretném meghallgatni, nagyon sokat foglalkoztál ezzel. Csak egy mondatot tennék hozzá, hogy az otthonápolási díjjal kapcsolatban, ahogy a kormány viselkedett, az szerintem ennek a 12 évnek, vagy közel 12 évnek az egyik legszomorúbb epizódja volt. Tehát nagyon nem sok emberről beszélünk a tekintetben, hogy akik képesek otthon lenni, és valahogy a szüleikkel együtt lenni, vagy családtag, egyébként nem csak a szülőkről van szó, hanem élettárs, feleség, házastársak, aki nem a gyerekét ápolja otthon, azok ugye nem kapják ezt az emeldíjat. És azért volt számomra ez az egyik kegyetlenebb intézkedése az Orbán kormánynak, mert itt éket vert olyan kiszolgáltatott, és tényleg gyakran nagyon szerencsétlen sorsú családok közé azáltal, hogy ha te a gyerekedet ápolod, akkor megkapod az emelt ápolási díjat, hát ha házastársadat, vagy a testvéredet, vagy a szülődet, akkor nem. És itt a megoldás egyébként a díjaknak az emelése, vagy valami olyan intézményrendszer, amelyik képes jó minőségben gondoskodni az öregekről, vagy az ápolásra szorulókról. Mert ugye az vissza is vezeti ezeket az embereket a munkaerőpiacra. Tehát közgazdászként akartam megszólni, igen, hajszá pontosan, igen, egy ilyen infrastruktúrának a kiépítése, főképp a jól működő infrastruktúrának a kiépítése nagyságrendekkel több pénzbe kerül, mint az otthoni szerető körülmények közötti, ugyanez nem egy nagyságrend, amit Ungár Péter is mondott, úgyhogy abszolút, de egyébként a minimálbér esetében mi 250 000 forintba gondolkodunk, ezt azért nyomatékosítom, tehát nem a mai minimálbérről. A másik pedig az, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy azért legyünk abból a szempontból korrektek. A Fidesz ígéreteiben 2023-ban ez benne van, hogy időskorú otthonápolást azt a minimálbér szintjére hozzá. Semmi nem lesz belőle, ha maradnak, de legalább meg van ígérve. Nálatok ez még csak meg sincs ígérve. Ezt azért szeretném nyomatékosítani. Mondjuk tényszerűen nem igaz, mert Karácsony Gergely programjában ugye benne van. Én csináltam vele a videót, a számmal mondtam el, tehát valószínűleg emlékszem rá. A másik, ami szerintem még ebbe fontos, hogy a... Hát ez egy, bocsánat, az nem... Hadd fejezze be, képviselő. Igen, hát az ellenzék egyik miniszter. Na, hát ezt mondom. Tehát azért az is, és ez az intézményrendszer kérdésköre. Tehát igen, kell valamilyen módon az idős gondozást, mind az állami intézményhelyek, az állami ágyaknak a növelésével, esetleg azzal, hogy az ott dolgozók ne menjenek nyugdíjba, mielőtt kiürülnek, ugye visszatérünk oda, hogy a szociális szektorban dolgozók nem kapták meg az egyszerű 500 000 forintot se a vírus helyzet alatt, és amúgy a legrosszabbul kereső magyar munkavállalók. De nem, tehát ebbe legyünk őszinték, a ISZOM kormányra kerül az LMP-vel koalícióba, nem tudom miért mondtam ki, mindegy, akkor sem nincs tudjuk, ilyen szándékunk. Mi akkor sem tudjuk megoldani, ha mi hárman alakítunk egy teljhatalmú kormányt, hogy az idős gondozás ne legyen egy nehéz, egy nagyon sok erőforrást igénylő feladat minden családba. De az állam tulajdonképpen kivonult. Itt ez a valódi probléma. Az egyházaknak átadta, tulajdonképpen lassan az alapellátást is átadta az egyházaknak, a magán egészségügybe próbál, vagy meg a magánszociális ellátásba próbál pénzt rakni, és magából az idős gondozásból kivonult. És az idős gondozás állami szerepvállalás nélkül nem csak azért rossz, mert hatékonytalan, hanem mert ezek az emberek
végig dolgozták, amúgy egy szocialista diktatúrát végig dolgoztak mondjuk még 20 évet, fizettek a TB-be 50 évig, és nem kapnak vissza semmit. Tehát ez az ő szempontjukból is egy ordító igazságtalanság. Dóri, lassan a műsoridő végéhez közeledünk. Mennyire megnyugtatóak azok a válaszok, vagy azok a jövőképek, amiket itt most végighallgattunk? Hát nekem hiányzik általában ez a egységes értékrend, de hát most itt nem szeretnék igazságot osztani. Nem is azt gondoltam, hogy hol látod azokat a pontokat, ahol erősíteni kell. A munkásosztály, ilyen egyszerű. A munkásosztály az EP képviselői fizetés. Személyeskedés, attól valóban az ember ilyen kellemetlenül érzi magát, meg kényelmetlenül, és attól még, hogy valaki milyen családból érkezik, attól még nagyon is hitelesen tudja képviselni azt a értékrendet, amit tud. Nagyon rossz lenne, hogyha csak akkor tudnánk bizonyos értékeket fölvállalni, hogyha abban személyesen is érintettek lennénk, akkor elég sok minden lehetetlenné válna. Nem beszéltünk kollégiumi férőhelyekről, szociális lakásépítési programról, tehát azért itt van még egy csomó olyan dolog. Igaz, én az elején azt kérdeztem, hogy mondjanak néhány olyan pontot, amitől Magyarország egy élhetőbb hely tud. Állami bérlakásépítés évi 40 ezer lakás. Ennyi. Nekem ez nem mondok többet. Tehát, hogy az, hogy 250 ezer forintos minimálbér, így hirtelen az jut eszembe, hogy ebben mondjuk, de itt tényleg ebben nem szeretnék most így belemenni az utolsó két percben, hogy hány magyar vállalkozás rokkanna azonnal bele. Tehát, hogy amikor nincsen hozzárakva egy számhoz a túloldal, hogy egyébként ezt honnan... Jó, most mondom, a leggazdagabb a vagyonnövekedése nagyobb volt a vírusválság idején, mint amennyi ez a minimálbér különbözet. Ennyi. De, és akkor államosít? Mit csinál? Sok mindent, igen. Sok mindent, igen. Például a közszolgáltatásnak jelentős részt államosítani. Az jó, mert ezt már Fidesz ön előtt megteszi. Nem. Ő államosít, és ő koncesszióbad. Lásd, oktatás, egészségügy, és sok minden más. Nem. Vannak olyan szolgáltatások, amiket államosítanak, és az állam oktatás például nem enged, főleg a közoktatás nem engedhet. Most vitték el. Most vitték el. Ez a baj. Alapítványokban, de mit tud vele kezdeni? Ez a baj. Hát most én mit tudok vele kezdeni? Leváltani a kormányt és visszacsinálni. Hát most nem olyan bonyolult. Értem, hogy az ön pártja egyedül le fogja váltani a kormányt. A helyzet az, hogy... Miért a tiéd, igen? Sok minden... Egyedül biztos nem? De ezt tudjuk, ezért nem egyedül indulunk. Tehát ugye itt van az embernek egy önképe, ha benéz a tükörbe, jó, ha magát látja. A helyzet az, hogy... Igen, látlak. Én szerintem csak, hogy a nézők a végén próbáljuk egy kicsit úgy, hogy kicsit a barátságosság és a dolognak a lényege felé menni. Hogy azt sokat beszélünk az ellenzékben arról, milyen fontos az elszámoltatás, a jogállam, az Európai Unióval való viszony, stb. Ezek mind fontos dolgok. De szerintem tudjuk mindannyian, hogyha a következő kormányzásnak nem lesz az a homlokterében, nem lesz az egyik elsődleges célja, hogy valamilyen módon azok az emberek, akik az elmúlt 10-12 évben úgy érezték, hogy nem kaptak kellő állami segítséget, hogy nem foglalkoztak velük, hogy egyedül maradtak otthon egy idős demens emberrel, hogy a fogyatékos gyermekükkel aggódtak, hogy mi történik, hogyha ők nem lesznek többen, hogy ezek az emberek legalább megértsék azt, hogy valaki gondol rájuk és próbál tenni. Nem fog tudni mindent megtenni, nem fog tudni semmit tökéletesen megoldani, de legalább, hogy az ő adóforintjaikért egy olyan kormány van, ami szeretne valamit tenni, szerintem ez a kormányváltásban egy nagyon-nagyon fontos rész lesz. Ez egy integrál utolsó gondolat volt, én itt kitenném a pontot. Köszönöm szépen a beszélgetést Ónodi Molnár Dórának, Szanyi Tibornak és Ungár Péternek, önöknek pedig azt, hogy velünk tartottak, és itt szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy vasárnaphoz egy hétre, szeptember 12-én este ebben a stúdióban miniszterelnök jelölti vita lesz, úgyhogy számítok majd akkor is a figyelmükre. Megtalálkozunk a Vox jövő heti adásaiban. Minden jót, viszontlátásra!